a művészet eszközeivel ráébresszük őket, hogy mennyi jót, mennyi tehetséget hordoznak önmagukban. És segítséget nyújtsunk nekik abban, hogy ezt a jót a különböző művészeti ágak segítségével meg is tudják ragadni önmagukban, és el is tudják mondani. Hogy tehetségükkel gazdagabbá tegyék azt a világot, ahol élnek, az iskolai közösséget, a családjukat és a baráti kapcsolataikat. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Kósz Roland, a Balogantal Katolikus Iskola igazgatója, az intézmény művészeti estjét, amelyet szokás szerint minden második évben megszerveznek. A programunk célja az, hogy az iskolánkban zajló művészeti tevékenységet bemutassuk, hogy a művészeti szakkörökön folyó foglalkozásokban a szülők is bepillantást kaphassanak. A célunk hasonlóan a jótékonysági estünkhöz, jótékonysági, illetve mellett, a bemutatkozás mellett a gyerekek szabadidős tevékenységére fordítjuk a befolyó összeget. A diákok szeptember óta készülnek a művészeti estre, az előtérben kiállítást nyílt a kézműves szakkör alkotásaiból, és valamennyi korosztály bemutatkozott, közel 130 tanuló lépett színpadra az alsó, a felső és a gimnazista korosztályból. Az esten drámadarabok, énekkari és táncos, egyéni és csoportos produkciókkal kedveskedtek a nézőknek. Az egész tantestület aktívan részt vesz szervezésben, lebonyolításban, felkészülésben. A szeretet, a család, a katolikus értékek mind megjelentek az esten, részben a produkciókban, részben pedig abban, hogy a családokat, szülőket és nagyszülőket várták a nézőtérre, akik a gyermekeket elismerő tapssal jutalmazták.